Szevasztok! Elindulunk két hetes, 10 országot érintő, több mint 4500 kilométeres Közép- és Észak-Európát átszelő motoros túránk. Célunk a Baltikum, majd Skandináviából Finnország és Svédország, északról délre átszeljük Németországot, majd a Duna völgyében térünk vissza Magyarországra. Tartsatok velünk! Alsőről indulva a 420 km elevő dél-lengyelországi Zsivjezben foglalt szállás. Erzsébet! Sándor faluljáró programja úttalan utakon viszállt bennünket Szlovákiából Lengyelországba. Valahol itt vagyunk a Hágó környékén. Zsivesz még körülbelül 70 km, de nem probléma. Rövidítünk, és nézünk, nézelődünk. Sándor egyébként nagyon jó tempót diktál. Ahol lehet, megy 100-al, néha 110-al. Strádákkal nem megyünk, a kanyarokat nekem megfelelő tempóval veszem. Volt vizes utunk, ott is biztonság van. Nagyon elégedett vagyok. Hol vagyunk? Utoljára a partizánok járattak erre 45-ben. Lengyelország. Nem jártam erre több mint 30 éve. Talán 10 kilométerre lehetünk Zsivjezről. Ez egy kis városka 30 kilométerre a határba. Híres sörgyárat még a Habsburgok alapították. Így a ma esti programunk Zsivjezén sörkóstoló lesz. Zsivjezs lengyel városka mindössze 25 km-re a határtól, és meglepően szép a főtere. Európai viszonylatban is egy nagy tér. Holnap estig még Lengyelország. Most épp a Beszkidekből csorgunk lefelé a lengyelségságra. Délután 4 körül. Valószínűleg már Varsóban leszünk. A szállásunk utcája gyönyörű, gesztenyefás, hangulatos, és a belváros mindössze 1400 méter. A Prága tér. Szállásunktól 100 méter. Indulunk Varsóval! Mi az ország? Litvánia? Mi? Jó, rendben. Célunk Litvánia. Észak-keletre átszeljük Lengyelországot, most Varsóból kifelé, Litvánia felé. Ezután következnek majd a mazuri tavak, és az esti szállásunk már Litvániában lesz, Marianpoljében. Varsótól 130 kilométerre, a litván határtól 140 kilométerre, az Osztrolenkai csata emlékhelye. Itt zajlott el az 1831-es lengyel-orosz csata,
Bem József a lengyel hadsereg teljes megsemmisülését 10 darab ágyúval akadályozta meg. Az akkor őrnagy Bem Józsefet a csata után tábornokká léptették elő. Több mint egy órája látnom kellett volna a mazuri tavakból legalább néhányat, de először csak egy kacsaúsztatót láttam. Most már alakul. A fák elrejtették előnünk ezt a rengeteg tavat. Történelmi a pillanat. Sosem voltam még Litvániában, és most belépünk Sándorral. Elhagyjuk Lengyelországot. Augusta után, mint határváros, most lépünk be. Marienpole, a szállásunk még körülbelül 110 km lesz. Mivel Finnországba tartunk, ezért a jobbra levő Vilnius sajnos kihagyjuk. Vilnius, a főváros. Oda most nem menjünk. 14:00-kor a lengyel-litván határon beléptünk a Baltikumba. Azonnal megtankoltunk, és megtanultam az első szót litvánul. Köszönöm! Acsú! Marienpole. Litván városka a határtól 40-50 kilométerre. Lehet, hogy az egyetlen nevezetesség ez a görög-keleti templom. A parkja nagyon szép. A festményt egy rastafári művész Neville Gerdick készítette, akit egy etiópiai ikon, Szent György legyőzi a sárkány, és Bob Marley dala ihletett meg, aki szintén rastafári volt. A zászlók Jamaica és Litvánia zászló. Marienpole újkori sétáló utcája. Balti-tenger, előttünk pedig Lettország, Észtország. Lettország fővárosába, Rigába értünk, dél körül lehet az idő. Litvánia déli részéről reggel 5:30 óta 6-8 fokban motoroztunk. A benzinkutaknál felkerültek a plusz pulóver, plusz nadrág. Ez most nem volt okkal. Hát erre a macskakörre még nem csaptak le a németóvárosok. Tőlünk elhordták az összeset. Hát ami késik, nem múlik. A rigai nagy piac. Egy tengerág mellett, háttérben pedig a még nagyobb tenger szorosan átívelő híd. A valamikori Hanza kereskedőváros. Lehet, hogy Mákos. Riga óvárosa a Vekriga. Jelenleg 500 ezer lakosú, de mindig is a legnagyobb kereskedővárosok egyik volt a Balti-tenger partján. A három nővér. Az egymást követő három épület egy családé volt, de jókora időkülönbséggel épültek egymás után. A Dom tér Rigában. És a Dóm. A fekete fejűek háza. Ahhoz a kereskedők sok veszélynek voltak kitéve. Védőszentjüknek Szent Móricot választották, akit egyébként mindig fekete arccal ábrázoltak. Nagyon rég szerettem volna ide eljutni. A
123 méter magas Szent Péter templom. Talán még most is Riga legmagasabb épülete. 800 éves. Az 1200-as években épült gótikus stílusban. Fel lehet menni lifttel a toronyba, ahonnan madártávlatból megtekinthető Riga és a Balti tenger, legalábbis a bevezető csatornája. Te az egyik ritka fővárosa Európának, amelyik tengerpartján fekszik. Óra 15 perckor elhagytuk Lettországot, beléptünk Észtországba. A cél a 180 km-re levő Tallinn, a főváros és Kompun kiindulási pontja Helsinkibe. A szokásos balti vidék, hírfa hegyekkel és általában fenyvesek között mutatkozunk végig. Délután 1 órakor Észtország fővárosába, Tallinnba értünk. Az Észt Színház. Tallinn kéményseplője. Valószínűleg szerencsét hoz. Hát akkor simogassuk meg mi is. Ránk fér. Ahogy Rigáé, úgy Tallinn óvárosa is az UNESCO világörökség része. Az északi városkapu. Igen, érdemes volt. Tallinn központja. Megért egy misét. Mindjárt rohanunk a kombó. A városnézés megvolt, várunk a Helsinki kombó. Irány Finnország. A Megasztár elindul Tallinnból Helsinkibe. Körülbelül 2 órás utunk lesz a balti tengeren. Eladjuk a balti államokat. Litvániát, Lettországot és Észtországot. Megyünk át Skandináviába. Ahogy tegnap írtam, kiváló vitorlázó idő. Megérkeztünk Helsinkibe. Találkozunk legközelebb is egy közelünk vagy távolabb úton. Szevasztok! És nézzétek meg a második részt!